körzetszemlét tartott Raduka Zsuzsanna önkormányzati képviselő Kálló Gergely országgyűlési képviselővel. Jól vették az akadályokat a Szabó Magda általános iskolában. Már az úszók is újra birtokba vették a medencéket. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a DSTV híradóját látják. Ma is elosztuk városunk legfontosabb híreit. Három fő csapás iránya volt a körzet áttekintésének a közelmúltban. Raduka Zsuzsanna önkormányzati képviselő Kálló Gergely országgyűlési képviselővel közösen járta végig az ötös kerületet. Mint elhangzott, a szelektív hulladékgyűjtő egységek áthelyezése mellett céljuk az is, hogy a Szórád Márton úti toronyházak szigetelését is megoldják. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek is a témák között szerepeltek azon az eseményen, amelyen Raduka Zsuzsanna Kálló Gergely országgyűlési képviselővel közösen tekintette át az ötös körzet főbb helyszíneit. Ezek egyike volt a Dózsa mozi centrum előtti tér is. Nagyon örülök, hogy végre sikerült egy olyan üzemeltetőt találnunk, aki tőkeerős, és végre tudja hajtani azokat a több 10 millió forintos beruházásokat, amelyeknek köszönhetően Dunaújváros egy új, modern, kényelmes 21. századi mozit működtethet majd. A térség országgyűlési képviselője, Kálló Gergely a körzet megtekintésekor elmondta, a Dózsa-György út elején található szelektív hulladékgyűjtő szigetet nem szüntették meg, csupán áthelyezték. Erre azért volt szükség, mivel a rendszeres ürítés ellenére is szeméthalmok csúfították az utca látképét ezen a forgalmas területen. Egyik nap kitakarítottuk, elvitte az önkormányzat a szemeteket, szemetet és az éjlepje alatt, másnapra már minden ugyanúgy nézett ki. Ezért nagyon örömömre szolgál, hogy itt az ötös körzet bejárása során ezt látjuk, illetve a hűlt helyét látjuk ezeknek a szemétszigeteknek. Nem érdemelte ez Dunaújváros, tehát városképileg is nagyon rossz benyomást keltettek ezek a szemétszigetek, és mindenkit megnyugtatok, hogy az önkormányzat nem megszünteti ezeket, hanem átszervezésre kerülnek a szemétszigetek elhelyezése, és sokkal fokozottabb tisztítás lesz ezek körül is a jövőben. Kálló Gergely a körzet egy másik pontján a Szórád Márton úti toronyházak mellett elmondta, költségvetési módosító javaslatot nyújtott be a 2021-es büdzsére a parlamentben, amelyben jelentős összeget különítenének el a panelházak szigetelésére, ami az energiahatékonyságot és ezáltal a környezettudatosságot segítené. Én majd több mint 50 módosító javaslatot nyújtottam be, és többek között az egyik módosító javaslatom kifejezetten érinti ezt a körzetet, illetve az itt elhelyezkedő panellakásokat. Egy 7 milliárd forintos költségvetési módosító javaslattal éltünk, ami pénzből remélhetőleg itt a Szórád Márton úton elhelyezkedő paneleket fel tudnánk újítani. Mi leadtuk ezt a költségvetés módosító javaslatot, konzultáltunk szakértőkkel, most már csak a kormányon áll, hogy megszavazzák ezt, vagy nem. Hozzátette, mindent meg kell tenni azért, hogy javuljon az úgynevezett győri panelek energiahatékonysága. A Városházán fogadta Pintér Tamás polgármester Schuster Tamást, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjét a napokban. Olvasható az önkormányzat hivatalos honlapján. Mint írják, a járványügyi helyzet a rendőrségnek is számtalan plusz feladatot adott, ezekért az erőfeszítésekért a városvezetés a múlt hónapban a közbiztonsági díj átadásakor mondott köszönetet, ezt ismételte most meg Pintér Tamás. A rendőrség és a városháza között folyamatos a kapcsolat, hiszen több ügyben is napi szintű egyeztetés szükséges, ilyen például a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli összevont rendőrségi intézkedés megszervezése, ami már folyamatos a városban. Az elmúlt időszakban több helyszíni bírság és feljelentés is született az ügyben. A találkozón több aktuális témáról is szó esett, a közös munka tehát folytatódik a dunaújvárosiak biztonsága és nyugalma érdekében. Eseménydús időszakon van túl a Szabó Magda általános iskola. Az elmúlt fél év jelentős részében online oktatásban tanultak diákjaik, amely kihívás elé állította a pedagógusokat és a tanulókat is, ám a tapasztalatok szerint jól sikerült az átállás.
Immár második éve egyházi iskolába járnak a Szabó Magda tagintézmény diákjai. Az iskola a Bocskai István Református Oktatási Intézmény kebelében működik a váltás óta. Az elmúlt két tanév tapasztalatairól Farkas Márta igazgatónő osztott meg részleteket. Mint elárulta, minimális volt azon tanulók aránya, akiknek nem feleltek meg az egyházi iskola körülményei. Aki nem tudja elfogadni a mi feltételeinket, hogy a tanár taníthasson, a tanuló tanulhasson, egy bizonyos idő után látja, hogy itt nincs helye neki, úgyhogy vagy segítettünk neki abban, hogy más iskolát keressen, illetve ők maguk jöttek rá, hogy talán másut kéne folytatni a karrierjüket, de azért szép számban maradtak. Tavaly ugye 160 fővel zártuk az évet, most pedig 210 körül vagyunk, tehát megnövekedett a tanulók száma. A tagintézményvezető elmondta, a koronavírus miatti körülmények okán az elmúlt fél év jelentős részében online oktatás zajlott az iskolában, ám a visszajelzések alapján a tanulók, szülők és pedagógusok egyaránt sikerrel vették az akadályt. Persze voltak problémák, és ugye nem volt mindenkinek számítógépe, nem volt mindenkinek internet elérése, de igyekeztünk segíteni nekik, tehát akár innen az iskolából kaptak gépeket, illetve voltak olyan szülők, akinek ezúton is köszönjük, hogy régi gépeket alakítottak át, és akkor odaadták a családoknak, gyerekeknek, illetve az útkeresés szolgálat szintén segítségünkre volt, úgyhogy azt hiszem 4 család kapott ilyen számítógépet, tehát összefogott a magyar nép, hogy így mondjam, a mi kis családunk. Az igazgatónő kiemelte, rendkívül hálás mind a szülők, mint pedig a pedagógus munkatársak erőfeszítéseiért, amelyekkel áthidalták a nehézségeket. Több mint egy hónapja már, hogy újra elkezdték a vízes edzéseket a Dunaferrese úszószakosztályának versenyzői, árult el érdeklődésünkre Benever a szakosztályvezető. Kiemelte, nagy hatással volt mindennapi életükre a koronavírus járvány. A Dunaferese úszóit is megviselték az elmúlt pár hónap viszontagságai, ám most már gőzerővel készülnek az előttük álló feladatokra. Benever a szakosztályvezető elmondta, nagyon örül, hogy ilyen összetartó közösséget alkotnak. Az, hogy az úszó nincsen vízben, tehát hogy ezt nem lehet, hiába szárazföldizünk, hiába próbáljuk megtartani az állóképességünket, vagy a hajlékonyságunkat, azért azok a speciális képességek, amik csak a vízben fejleszthetők, vagy mondjuk egy úszásnemnek a speciális technikája, az teljesen el tud fajulni, le tud épülni ennyi idő alatt, úgyhogy ezt teljesen előről kellett kezdenünk, újra kellett építkeznünk, és hát ez zajlik most is, most már ugye 5 hét mögöttünk van, 5 hét vizes munka, és egy nagyon fokozatos edzésterhelést kaptak a csoportjaink. Azt is megtudtuk, hogy körvonalazódik már a versenynaptár, és reményeik szerint hazai megmérettetéseken is bizonyíthatják majd a dunajvárosi úszók, hogy nem törték meg őket az elmúlt pár hónap viszontagságai. Nagyon remélem azt, hogy most már nem fog megakadni a felkészülésünk, bár ugye sokféle hír kapott szárnyra arról, hogy esetleg mi várható ősszel, de én ezzel nem szeretnék foglalkozni, majd csak akkor, hogyha tényleg itt lesz és kell vele foglalkozni. Nagyon várjuk azt, hogy elkezdhessünk versenyezni. Ez reményeink szerint július végén fog elérkezni ez a pillanat. Illetve az úszószövetségtől most már kapjuk az információkat. Nekik is van egy tervezetük arra nézve, hogy hogyan kívánják pótolni a nyáron elmaradó országos bajnokságokat. És úgy tűnik, hogy november-decemberben minden korosztály megméretik. Ha nem is ugyanolyan módon, és nem 4 napos nagy országos bajnokságok keretében, de mindenkinek lesz nagy seregszemléje, a felnőtteknek egészen biztos, hogy 4 napos nagy OB-juk lesz, viszont a korosztályoknak elképzelhető, hogy regionális bajnokságokkal kell majd szembenézniük. Természetesen már a gyermekek is nagyon várták, hogy ismét megkezdődjenek az edzések, ők is a legjobban bíznak a jövőbeli eredményeket tekintve. Híradónk végére értünk, a DSTV munkatársai nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A dstv.hu weboldalon újra megtekinthetik műsorainkat, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!